A jelzésben benne van ugye a jelzésnek a helye, a jellege, és ők ezt a jelzést ezt értékelik, és ezt tovább küldik az adott hivatásos tűzoktó parancsnokságra. Tehát, hogyha mondjuk Szárkán van a káreset, vagy mondjuk Tolnán van a káreset, akkor átkerül mondjuk a Szárkán, akkor a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokságon jelenik meg a jelzés. Hogyha Tolnán, akkor a tolnai önkormányzati tűzoltóságon fog megjelenni a jelzés. Bűnmegelőzési és tűzvédelmi előadás szervezett Tolnán a Magházban a Vándorló Szépkorúak baráti köre. Az ötletet az adta, hogy egyre több nyugdíjas korú ember panaszkodik arra, hogy könnyű céltáblái a csalóknak, hiszen őket sokkal egyszerűbben és gyakrabban csapják be az erre szakosodott emberek. Például most itt van az a fa mizéria, becsapják őket. Tegnap előtt is hallottam egy olyan esetet, hivatalos helyről megvették a fát, és nem annyit vittek, amennyit kellene. Állandóan becsapja, vannak a csoportársak, nem csak az idegen emberek is, és én úgy gondoltam, hogy ennek adjunk egy teret, és akkor szakemberek jöjjenek el, és mondják el, mi a helyes út, hogyan kell fát rendelni, hogyan kell tüzelni, hogyan kell kémjéket használni, tüzelőbeledezéseket, és ma ez van. A rendőrség részéről a szakember az óvintézkedésekre hívta fel az idősek figyelmét. Sajnos tavaly egyik nagyon idős csoportáson panaszkodott nekem, hogy képzeld el, akkora hülyeséget csináltam, hogy 3 idegen embert beengedtem a házba, de hála Istennek semmit nem vittek el. Felmérték a terepet, de nem jöttek vissza. Nagyon oda kell figyelni, hogy senkit ne engedjenek be a házba. Idegen embert ne engedjek be a házamba, és valakivel szóba elegyedek, az életemet nem meséljem el. Nem meséljek az anyagi helyzetem semmiről, csak arra válaszoljak, amit kérdeznek. Ez a legfontosabb. Mert a mi időnkben bizalom megvolt az emberek iránt. Összejártunk, nyitottak voltak az ajtók mindenféle, de ez a világ megszűnt. Teljesen más világon. Tűzvédelmi témában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóparancsnoka tartott előadást az összegyűlt szépkorúaknak. Többen is vannak a csoportban, akik eddig gázra fűtöttek, és most áttérnek a hagyományos fára vagy a szénre, de inkább a fára. Például most jó múltkorában elvazom az egyik csoportársam, azt mondja, gyere, nem tudná nekem segíteni. Azt mondja, próbáltam begyújtani, mert jöttek a hűvösek, begyújtani egy kis gyújtósa, hogy mégis langyos legyen a szoba, és nem ment ki a füst, mert tele volt a kémény kürtő, tele volt több évtizedes korom benne volt, és most eljött az a helyzet, hogy már nem tud kimenni, és elmentem, segítettem neki, és muszáj arról beszélni, itt van a szakember, elmondja, hogy hogyan kell felkészülni a megváltozott fűtés szokásokra. A városvezetés részéről Berta Zoltán alpolgármester képviseltette magát a hagyományteremtő rendezvényen, aki elmondta, nagyon jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést. Megmondom őszintén, meglepett, mikor ezelőtt mintegy 2 héttel fölhívott, hogy ilyen civil kezdeményezésként milyen előadás megtartásán töri a fejét, hiszen nem jellemző, hogy nyugdíjasok, vándorló szépkorúak bűnmegelőzési, illetve katasztrófavédelmi témába tartsanak előadást, de amikor elmondta az ötletet és elmondta az apropóját, egy kimondottan támogatandó, és azt mondom, hogy folytatandó elképzelésnek tartom, tehát én azt gondolom, hogy azt ajánlom, hogy ennek legyen folytatása, és többekkel is ismertessük meg ezeket a fontos információkat. Évről évre, vagy azt mondom, hogy pár évente előfordul, amikor megjelennek a településen ezek a besúranó tolvajok, illetve ezek a különböző módon otthonokba, háztartásokba bejutó csalók, ezek meg önkormányzatunkhoz is beszoktak futni ezek a jelzések, azonnal ilyenkor a rendőrséggel felvesszük a kapcsolatot. Én fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy a jó hiszeműségünkre, a nyitottságunkra appellálnak jellemzően az ilyen bűnnel követők, és ezért könnyű csapdába esni és áldozattá válni, és kitűnő volt az előadás, amit ma hallottunk a helyi rendőrös képviselői részéről, ahol erre fölhívták a figyelmet, és ezúton is szeretném az érdeklődők figyelmét fölhívni, hogy vegyük komolyan ezeket a jelzéseket, figyelmeztetéseket. Tavasszal a közlekedés témában tartanak majd előadást az időskorú embereknek, oda is, mint ahogy erre az előadásra is minden érdeklődőt szeretettel várnak.